Domján Sándor, a Kunagro 21 Kft. Főmérnöke hírműsorunkban rendszeresen szerepel mezőgazdasági témákban. Az idei karácsonyt gyermekeivel és unokájával tölti. Az agrárszakember bízik benne, hogy az idei karácsony sem lesz más, mint a többi, a Covid ellenére sem, hiszen egy szem unokája szépen cseperedik. A karácsony náluk is fontos ünnep, hiszen gyermekei egy része nem itthon van, de ilyenkor hazajönnek. Egy nagyon fontos ünnep minden család életében, hiszen már nálunk is így van, hogy gyermekeim egy része már nem Karcagon él, de ilyenkor biztos, hogy itthon lesznek. A többiek itthon vannak, itthon dolgoznak, itthon tanulnak. De mégis más az, mint amikor minden nap találkozunk, mint ugye karácsony, szenteste, az egymás megajándékozása. Ilyenkor azért sok-sok emlék föltolul, és mindig csak a pozitívra, a szépre emlékezünk ilyenkor. A karácsonyi menüből természetesen nem hiányoznak majd a karcagi specialitások sem, így a disznótoros, a finom gyöngytyúk vagy orjaleves, a töltött káposzta, a sültek, a sült pulyka, amit egyik menye fog elkészíteni. A létszámkorlátot sem lépik túl, s betartanak minden előírás, rendszabályt, így bízik abban, hogy senki sem betegedik meg. Nem maradhat el a karácsonyi asztalról a finom leves, legyen az tyúkból, gyöngytyúkból, orjából, a töltött káposzta, a rántott hús, a sültek, a sült pulyka. Most nekem például az egyik menyem azt mondta, hogy mindenképpen kerítsek egy pulykát, mert ő egész akar, meg is rendeltem, meg is lesz. Úgyhogy, tehát ezek a hagyományos étkek és a hagyományos sütemények is, ami kell hozzá, hogy jól érezze magát az ember, vagy még jobban érezze családja körében. Éppen nem lépjük túl a létszámkorlátot sem, tehát még ennek is megfelelünk, úgyhogy én úgy látom, hogy a mi családunkban semmi nem fogja azt akadályozni, hogy egy kellemes karácsony legyen. Az unokája pár hete indult el, így a feldíszített fenyőt majd körbejárja, megcsodálja, talán egy-egy díszt is levesz majd róla, de ez nem baj, majd a papájával visszarakják. Ő most már valóban körbe tudja járni, hiszen két hete most már elindult, tehát körbe fogja járni, biztos, hogy szed le róla dísz, de ugye, mint hogy imádom a gyerekeimet, imádom az unokámat is. Szoktam mondani, a gyerekeknek ti nevelitek, én már csak szeretem. Nem hiszem, hogy különösebben meg fogok rá ragudni, hogyha leszed egy-két díszt, majd közösen visszarakjuk. Ért azért a szóból. És persze ő is meg fogja kapni az ajándékai, de ez nem azt jelenti, hogy a többiek bármennyivel is kevesebbet kapnának. Ezt úgy gondolom, hogy ez minden évben jól el szoktuk találni az arányokat, és a csillogó szemekből arra következtetek, hogy azt is el szoktuk találni, hogy mire vágyott éppen az, akit megajándékozunk. Az ajándékozásnál arra törekszenek, hogy mindenkinek olyan legyen a meglepetés, amit maga is óhagy, így egy-egy ideje figyeli, tesztelgeti gyermekeit, menyeit, hogy mit is szeretnének karácsonyra.